Szép jó estét kívánok minden ébren lévő nézőnek. Azt hiszem a mérkőzést nagyjából 1300-1500 körüli nézőszámmal toltuk végig. Úristen, ez egy darázs? Valami vadállat berepült a stúdióba, hogyha sikongat egy lány, akkor az nem én voltam. Tehát itt vagyunk a negyedik mérkőzésen. 2-1-re vezet az Envi csapata, és egyetlen győzelemre van attól, hogy visszakerüljön. Az LCS-ben, pontosabban bent maradjon. Az LCS-ben... Lorenzo volt. Igen. Igen. Akkor majd beszélek vele. Nem szabad ilyet. Ja. Te sem tudod levenni róla a szemedet, ugye? Nem, mert ez darázs, vagy mi ez? Kopogós bogár? Mi ez? De komolyan. Na mindegy, tehát... ha meghalunk, akkor értesítsétek a mentőszolgáltat, hogy valamit. Annyira akkor már inkább csak a hullaszállítókat. Tehát a Goldcoinnek is lehet, hogy ott szüksége... Van. Poloska. Az. Invázió van, vagy mi? Mi van? Olyan, mint a sáskajárás, csak poloskákkal idén. Tehát komolyan, meg tavaly olyan sáskajárások voltak poloska formában, hogy csukott ablakon és ajtókon keresztül mindenhova bejutottak, ezt tudja mindenki. Ha már bejutás, a Goldcoinnak elég messze van egyelőre. Az Envy az előző két győzelmével azt mondhatnám, hogy megalapozta a visszajutást, és ők vannak jelenleg morális előnyben. Most a képernyőt remélem nem látjátok, mert most elgondolkodik most síre, hogy nem jutok be az SZS-be. Lehet Medlife az. Megtörli a szemét, hogy jobban lásson. Ne, nem Medlife, akkor lenne szemüveg nála. De jó, hogy gyűrűje kéne. Neked nem? Nem vagyok olyan gyűrűs. Hát a gyűrűsek azok általában férgek. Úgyhogy belező. Oh. Belező streamen keresd őket. Igen. Semmit nem mondtál még a mérkőzésről. Hát még be sem mutattál. Ja. Kommentátortársam ezen a mérkőzésen. Edi lesz. Szia, Edi. Szervusz, Nono. Üdvözlöm a nézőket. Ezzel a lendülettel meg is érkezünk a tiltási és választási fázisba. Mennyire a formaságok rabja vagy? Ahol az Envy csapata rögtön egy Vladimir tiltott. Ezzel még szemben... Még se válaszolni nem tud. Apollo-ra már meg is érkezett az az X-tiltás. Végre jutott odáig a Goldcoin csapat, hogy kitiltsa Apollo ellen Varuszt. Szóval jó teljesítményt tudott nyújtani ezzel a hőssel kétszer egymás után. Vladimir, Shen és Ash még a tiltó listán. Három pozíció eddig lövészek, három tiltás lövész pozícióban szereplő karakterek ellenében, játékosok ellenében, ami véleményem szerint hat tiltásból sok. Mindenféleképpen így van ez. De reméljük, hogy ha már ugye ennyi tiltás érkezett a lövészekre, akkor legalább nem lesz hiába való. Az utolsó tiltás is egy lövész, de nem az alsó ösvényre, hanem sokkal inkább a dzsungelbe szánhatnák ezt, és hát nem véletlen, hogyha már ugye ennyi lövészt kitiltottak, akkor a Team Envy első választása sem más. Egy Caitlyn fog majd megérkezni az idézők szurdokába. Ha már mondtuk, hogy Mesnek egy közkedvelt választása, akkor Apollo azt mondja, hogy köztesó! Enyém ezúttal Caitlyn. Madlife pedig el fogja venni Hakuhu-nak a Zyra-ját. Tehát most ez a egymástól veszegetjük el a választásokat című történet zajlik éppen. Santorin úgy érzem elhozhatná a Lee Sin-t, mondjuk Lyrától, ha már így az elvételeknél tartunk. De Rengar is elérhető. Bizony, hogy elérhető. Jó, egy... Lehetnék akár elemző kommentátor is. Szakmai kommentátor. Majd megkérlek, hogy taníts. Mire? Hogy kell? Hát nekem kéne tőle tanulni. Ja, rég heveztél. Ó, nem, én ezt nem hiszem. Viszont az ugye bizonyos, hogy egyelőre egy támogató és egy dzsungeles érkezett a Goldcoin United csapatához. És bár ugye nem Kha'Zixot hozta el Santorin, de hát egy legalább annyira jó választás lehet ez a Rengar. Kérdés az azonban az, hogy ugye ha már Lulu nem fog megérkezni hozzá, például Ariana jöhet-e, vagy jön-e majd, vagy elmerik-e ugye választani. Ezzel szemben viszont a Team Envy úgy tűnik, hogy első körben az alsó ösvényét szeretné véglegesíteni. Egy Karma és egy Caitlyn ugye már megérkezett, most pedig már egy felső ösvényest is láthatunk Camille személyében, ami azért ebben a szériában
egyelőre nem muzsikált olyan jól. Nem, de ez köszönhető volt Seraph Renekton választásának és Lira folyamatos érkezésének a felső ösvényre. Önmagában nem volt egy rossz választás, itt pedig csere ebben a pozícióban is, csak nem az előző mérkőzésről, hiszen ezúttal Solo jön Renektonnal, Seraph pedig Camille-lel, és Haku is elhozza Karmát, ami pedig Medlay korábbi választása, tényleg egymás karaktereit veszik el. Ezreal tiltás, a negyedik lövész tiltás a mérkőzésen az NBA oldalán, kit fog Mesh játszani? Lúcsán még mindig elérhető, én gondolom, hogy akár ez egy jó választás lehetne. Hát, vagy mondtam volna az esde. Még jó, hogy megnéztem a tiltási fázis első részét, ahonnan ez már kikerült, és hát nem véletlenül, hiszen ugye még egy dzsungeles eltiltás után, ami egy Lee Sin volt, folytatja a Team Envy csapata a lövészeknek a kiszórását. A végén még egy Jin is tiltásra került, így hát talán Lucian az ténylegesen, aki megmarad. A jelen érkezik Ninjától a Syndra választás, de megint elvette Phoenix Syndrát, mindegy, Haku pedig kiválasztja Kha'Zix-ot a dzsungelben Lyrának, tehát kialakul a Rengar Kha'Zix párharc a dzsungelben. Jinx! Az igen. Szép! Ez már tetszik, Mesh! Van ott még pakét pikk a zsebben. Kitiltva 5 darab lövész pozícióba érkeztethető karakter, akkor válaszunk egy hetediket, ugye a hatodik volt Apollo választása a Caitlyn. Jinx pedig szerintem egy nagyon jó választás, éppen egy rework előtt áll, hát egy kisebb erősítés előtt áll a karakter. Tudjuk, hogy a következő változtatások egyikében majd a dupla V-t fogják valamilyen szinten átalakítani. Viszont jelenleg nagyon jól működhet véleményem szerint, hiszen a Hurricane-t is meg tudod rá vásárolni, valamint a határtalan pengét. Így kissé ötvözöd a metatárgy választást azzal, amit Caitlyn használ, így van lehetőséged reagálni Caitlynre, meg van egy globális végső képességed nem mellesleg. Igen, egyébként ilyen szempontból én is kíváncsi leszek arra, hogy például határtalan pengét fog-e majd megvásárolni tényleges sebző tárgyként, vagy akár ugye a letaszított királyi kardját. Szerintem még az a tárgy is működhet rajta, de lehet igen, hogy a Caitlynnel szemben állva, majd ő is inkább ezt a határtalan pengét fogja megvásárolni. Hát meg számít majd, hogy mennyi aranyjal rendelkezik hát a játékkorai szakaszában, mire tud beruházni, mi fér bele a budgetbe. Összességében azt mondanám, hogy a kompozíciók alapján ezt nyerheti a Gold Coin csapata. Most sikerült, annak ellenére, hogy vörös oldalon vannak, nekik OP-b hősöket kiválasztani összességében. Az, hogy ez a Jinx hogyan fog működni, szerintem befolyással lehet a mérkőzés végkimenetelére. És egyébként én pedig közben azt nézem, hogy az észak-amerikai LCS-ben az egész alapszakaszban összesen egy Jinx került elhozásra. És hát a statisztikái nem túl kecsegtetőek, végül nem sikerült nyerni ezzel a hőssel. De hát ez a promóció, nem az alapszakasz. Ki tudja, lehet, hogy most majd másként fog szerepelni. A hosszú kardos kezdésben azért előre lehet vetíteni, hogy ez a letaszított király kardja lesz majd. És Caitlyn ellenében egy jó választás is így kezdeni, főleg úgy, hogy Karma van mellette, mert hogy ők piszkálni fognak téged, az egyszer biztos. Az első sárkányunk egy óceán sárkány, ami hát még talán az NBA csapatának lehetne érdekesebb. Ez pedig, ha jól látom, akkor a csillagőrző. Az annyira csúnya, kinézett. Legalább a zombi lenne, vagy valami. Hát miért egy zombi szép? Hát, ja. Jó. Ízlések és pofonok. Nekem a magam részéről tetszik ez a Jinx. Láttad az elementesteket? Lehet. Nem. Jó, mondjuk vagyok benne biztos. Elég az is felhozni egy ilyen filmet. Na mindegy, engedjük el szerintem. Igen, folytasd a gondolatlanul. Jó, az a romantikus zombis film? Igen. Akkor láttam. Amikor, ó. Oh. Amikor beleszállt a lány a zombiba, és ennek pedig elindul a szívverése és a vérkeringése, és olyan megható. Aj, de szomorú történet. Miért szomorú? Hogy egy zombi visszatér az életbe, az szomorú? Nem. Nagyon boldog, nagyon szép.
Ahogy egyébként a második percbe érve még továbbra sincs gyilkosság, de farmolni már ezerrel farmolnak a játékosok. És hogyha egy kicsit az idézői képességekre tekintünk, akkor Ninja már ugye nem először megtisztulással érkezik. Az volt, amikor bejött neki, volt, amikor annyira nem. Viszont ugye ezzel szemben kifárasztás van Phoenixnél. Medlife-nál pedig égetés, ami azért az áráknál azt hiszem, hogy várható. És Hakuho eszi azt a sebzést, az égetés pedig már most elhasználásra került. Gyilkosság nincs belőle. Igen, végül Jinx kicsit lassan reagálta le a szituációt, így a csapdái, a láng csapdái nem voltak tökéletesek. Apollo vissza tudott lépni, és a villanását sem kellett kihasználni egyébként. Ninja farmolászik a középső ösvényen, akárcsak Phoenix Aria. Nem vagyok benne biztos, hogy Phoenixnek lesz lehetőség a hatos szintet gyorsabban meglépni. Lyra viszont a felső ösvényen ólálkodik, az őrszem lebuktatja, Solo pedig elég biztonságos távolságból figyeli azt, ahogy Camille farmalászik. Én is hát kíváncsi leszek arra személy szerint, hogy melyik felső ösvényes fog majd tudni egy kicsit felülkerekedni a másikon. Persze ebbe azért beleszólása még lehet, mint Santorinek, mint pedig Lyrának, de hogyha alapvetően magára hagynánk a két felső ösvényest, akkor vajon melyik lehet az, akinek jobban sikerülne megjátszani az ösvényfázist? Ami kicsit érdekes, hogy milyen kulcsmesterséget hozott magának Mesh, hiszen nem a harci szenvedélyt, pedig ezt a Jinx-el elég könnyedén ki lehet használni, és nagyon jól lehet alkalmazni az ebből adódó bónuszokat, hanem sokkal inkább a hadúr vérszomjával érkezik. Igaz, hogy kritikus találata lesz neki is, bárhogyha... Oho, Ninja lehet közben bajban. Phoenix jön, akárcsak Santorin, a bola talál. Negyedik jelzőt viszont későn gyűjti be, majd egy kis gyógyítással odébb is áll. Tehát ha nem kritikus találatot vásárol, akkor talán kevésbé fogja tudni kihasználni ezt a kulcsmesterséget. Igen, de hát azért a van másik képességével valamilyen szinten majd előbb-utóbb ugye ő is fogja tudni ezt kamatoztatni, amit viszont Santorin nagyon szépen csinált, ezt azt hiszem, hogy mindenképpen említésre méltó. Megvárta, amíg ugye Lyra elment a saját dzsungelében gyakorlatilag mellette, és utána próbált meg kezdeményezni Ninjára. Gyilkosság ugyanebből nem lett, viszont egy idézői képességet még így is kihúztak abból a szindrából. Ugye a van másik, az Jinx Q képessége, ugye arra utaltál, vagy utáltál. Erről mindig egy bohóc jut eszembe, egy bizonyos bohóc, aki mindig hangszerekkel állt ki igen. A színpad közepére, visszajött a poronmester, elvette tőle, szomorú volt, míg elvette, kimegy a poronmester, visszajön a bohóc, jó kedve! És mondja, hogy nem baj, van másik! És akkor a ballon kabátja alól kiveszi a csellót, a nagybőgőt, a hegedűt, a pánsípot, mindenfélét. Igen, végén már egészen pici kis fúvalát és pikolót, meg hasonlókat. Igen. Mondjuk a pikolóról mindig más jut eszembe, mióta láttam az amerikai pitén 4-et. De valóban is ez egy nagyon humoros kis emlék az én gyerekkoromból. Még anno, és kézzel most fótra költöztem, és kiderült, hogy a család, amelyekből ezek a bohócok kikerültek, ők fótiak. Tényleg? De még nem találkoztam. Csak milyen kicsi a világ. Hát, vagy legalábbis Magyarország. Hát, igen. Egy ideje. Na mindegy, ne menjünk bele ebbe. És ha már kicsi a világ, akkor az idézők szurdoka sem elég nagy ahhoz, hogy ne találkozhasson például Solo Lyrával a felső ösvényen, vagy akár. Ó, szép a villanás, az első gyilkosát pedig Ari szerzi meg. Solo kijönni nem fog tudni, de jó a sebzése, ki kell villanni a Seraphnak. Ugyanúgy ezt megteszi Solo is. Lyra pedig bevillant, hogy meghalljon. Egész konkrétan Solo-ra villant, két gyilkosság így a Gold Coin oldalán, és toronyra is lehet fordulni. Elhozni még nem jelenteném ki, hogy lehet, sőt, valószínűleg nem. De mindenképpen jó a csere. Igen, Solo pedig 2-1 elleni szituációval tudott még gyilkosságra szert tenni. Nem volt rossz egyáltalán, az viszont, hogy Seraph mit akart, az kérdéses. Ninjára
érkezik majd meg a kezdeményezés. Ott ólálkodik már a háttérben Santorin, és Phoenix is megindul kifárasztással. A csábítás nagyon-nagyon későn jön ki tőle, de hát milyen jó, hogy eddig várt erre, hiszen így ugye biztosítani tudta a gyilkosságot. Szóló pedig a nyeséssel képességével elintézi azt, hogy vissza kelljen lépnie Seraphnak. Léle viszont túlságosan is bátor volt. Igen, nyilván egy Q-val szerette volna befejezni Szólót, de még az őrszemét is rosszul helyezte, igen, ki, hiszen igen, nem talált be a bokorba. Ami pedig még érdekes volt ebben a szituációban, az az, hogy mind a ketten defenzíven tudták a villanásokat elhasználni, nem pedig offenzíven egy ilyen szituációban. Amikor azért 2-1 ellen vagytok, vagy 1-2 ellen, hogyha Szóló szemszögéből nézzük az egész történéseket, és így is ő tudott ebből jobban kijönni, szép teljesítmény. Ami pedig még említésre méltó a középső és fényes párharcra vonatkozik, amikor is a megtisztulás az a kifárasztás levételére jött ki úgy, nyilvánvalóan azért hozta, de lesz az idézői képességet, hogy a csábításból ki tud jönni. Akkor miért nem várod meg, hogy betaláljon a csábítás? Nagyon jó kérdés, egyébként lehet, hogy utólag Ninja is éppen elgondolkozott ezen. De hát ez már az ő életén ugye nem fog tudni segíteni, majd esetleg a legközelebbi alkalommal. Két gyilkosságra szert tudott itt tenni a Gold Coin United csapata. Így a 9. perc feléhez érve, hát egy jó ezres arany előnnyel rendelkezni tudnak. Viszont borzalmas ez a Jinx egyelőre, tehát nézd csak meg Jinxnek a farmját. Most 3 minion érkezett be a torony alá, amiből egyet sem tudott elhozni. A Caster Minionok közül már csak-csak sikerül valamit. Kábítás egyébként nem jó Phoenixre. De már most 9 perc alatt közel 40-es farm lemaradása van egy lövésznek. Az mi? Való igaz, teljesen egyetértek veled, viszont azért azt is meg kell néznünk, hogy Apollo ezzel szemben kifejezetten jól farmol. Jó, rendben. Nyilván nem, amúgy is le van maradva. A növények miatt ez nem reális különbség, mert azokat is folyamatosan hozza el, és nem jelent annyi aranyat, mint amennyit valójában, de az arany különbség bőven több, mint ami ez a farmból kialakult. Tehát, igen. Hát nem is értem. Igazad van, teljesen, viszont ugye ezt a különbséget azért mind a felsőn, pedig a középső ösvényen vissza tudja dolgozni a Gold Coin United csapata, akik most már meg is kezdik. A dzsungelt is ide sorolhatod. Még a dzsungelben is, igen. Az első tornyot pedig nem fogja tudni eddig, vagy egyelőre elhozni a Gold Coin United csapata. De azért az már masszívan fél életerő alatt van. És de, lehet, hogy mégis. A 11. percben lép be, az első toronnyal is gazdagodik a Gold Coin csapata az első gyilkosság mellé. Ez pedig kialakítja több mint 2300 arany különbséget a két csapat között. Ezt az NBA-t, ha be lehet majd dolgozni, Lira közben bajban megkapja a végső képességét Jinxnek, de nem elég a sebzés. Lira az, aki életben marad, ha minimális életerővel is ugyan, de a szuper mega rakéta nem tudott gyilkosságot elhozni. Azt nem, viszont így az Envy csapata sem tudja elhozni az alsó ösvény tornyát, pedig hát annak is már eléggé megtépázott az életereje, és talán, hogyha ugye nem Lirát kellett volna megmenteni, vagy megpróbálni megvédeni, ami végül sikerült, de lehet, hogyha ugye nem erre kell energiákat fordítani az Envy csapatának, akkor már tornyokban egalizálni tudtak volna. Ez még nem sikerült, de ami késik, az ugye nem múlik. Jelen pillanatban egy toronnyal vezet a Gold Coin mégis, és Szóló kezdeményez Seraphra, aki pedig már eléggé érzi azt a sebzést, de jön Phoenix az alsó ösvényre. Gyógyítás instant kijön Apollótól. Mantrázati inspiráció, menekülni a lángcsapdákon keresztül nem lehet. Apollót viszont Madlife égetése fejezi be végül, vagy valamelyik kis növénye. Lényegében teljesen mindegy, még az alaptámadás elvihette akár újabb gyilkosság Gold Coinnál. Toronyra viszont ebből nem lehet fordulni. Igen, és a gyilkosság talán nem feltétlenül a legszerencsésebb helyen landolt, hiszen a támogató kapta, de ha már a támogató, akkor mondjuk azért, ha az a támogató hős egy Zyra, nem is biztos, hogy az olyan rossz helyen van, de úgy gondolom, hogy ha meshez került, valaminek éppen jobban járnak,
ahogy ugye már te is kiemelted, akinek azért a farm hátránya igencsak jelentős. Lira viszont szólozza azt az óceán sárkányt. És akartam volna mondani, de mert Ninja besegít neki, de igazándiból sokat azért nem segített. És hátrányból tud sárkányt hozni egyébként az MV csapata. Nyilvánvalóan ez nem egy olyan sárkány, amire előszeretettel lépnek ki a csapatok, de az életerő italoknak a helyét könnyedén át tudja venni, szerep pedig bajban lehet. Megérkezik Lira, szólóra fordulni nem a legjobb ötlet. Hát hallod, nem. Lira? Hallod, Lira? Mindegy, én szóltam, Hakónak kell közben villani, a Santorin bokorból pedig be tudja fejezni őt. A Gold Coin nagyon éli ezt a mérkőzést. Igen, és ugye, hogyha már az előbb a felsősvényről beszéltük, akkor Seraf nem véletlenül szenvedi el ennyire Szólónak a sebzését. Egészen eddig a pillanatig egy teljes tárgy előnyen rendelkezett Szóló Seraffal szemben. Most már vásárolt magának egy kalapácsot Seraf is, viszont a fekete hasítóbár már így is percek óta elkészült. Azon a krokodilon. Láttuk a sebzésen. Hát igen. Santorin pedig izgatott, hogy vadászhat. Oh. Jó, a szuper meg a rakéta, beugrani lehet! Santorin újabb gyilkosságot hoz el, Seraf még itt van. És egy gyilkosságot meg is szerzi Santorinról. Lehet-e tovább menni ez a kérdés? Torony még éppenséggel van, de nem olyan sokáig, szépen szét lehet szórni az ellenfél játékosait, Medlai pedig meghal. Ezért nagyon jó a kemény, mert már is visszajött a meccsben. Megérkezik Phoenix, Mesh pedig eltűnik azonnal. Három gyilkosság. Gyilkosság mellé még három támogatás is párosul. A torony dől közben a középső ösvényen Phoenix által. De 3-1-et cserél az MB. 3-1-et? 3-1-et. Nem? De összességében 3-1-et, mert Apollo az, aki ideje korán ott hagyja a fogát. Viszont igen, itt megérkezik Seraf a teleporttal. Elsőként befejezi Santorint. Majd utána ugye fordul tovább. Viszont a minionok elfogynak, így Mesh már nem tudja lelőni azt a tornyot, nincs rá elég sebzése, és hiába gyógyít el támogatóját, akkor sem tudja megvédeni. A gyengék szétszórása pedig tökéletesen talál Meshre, majd utána az abolátlan erő is, és végül ugye ez a kis lövész is befejezésre kerül. De még erre is volt válasza a Gold Coin United csapatának, Szóló pedig szépen játssza ki ezt a falhorgot. Igen, üti és a ő torony. Nem nagyon foglalkozik a toronnyal. De nem nagyon érdekli, így van, a gyilkosságot meg tudja szerezni Camille-lel szemben. Beindult már ez a Renekton bőven annyira, hogy simán torony alá mersen, hatalmas farm különbség, több gyilkosság, több tapasztalati pont, amit eddig begyűjtött, két szint van a két felsősvényes között, ez rengeteg. Igen, ugyanúgy, ahogy a három gyilkosságból összeszedett arany előnye, illetve hát a jó 40-es farm előnye is. Rengeteg, nem véletlen ez a két szintes előny. Talán a legnagyobb különbség éppen itt felfedezhető a két csapat között. Az bizonyos, hogy külső tornya már nincs az Envy csapatának. Ezzel szemben ők ugye még tornyot sem tudtak elhozni. És bár én azt mondtam, hogy az alsó ösvény tornya hát előbb vagy utóbb dőlni fog, lehet, hogy az utóbb lesz, mert azóta a közelébe nem került. Sem Apollo, sem Hakuho, sem pedig senki más a Team Envy csapatától. Van. Phoenix pedig a farm királya mérkőzésen simán tudja farmolni az órát. Elmegy a felsősvényre, a középsőre, az alsóra, ahol éppen farmot talál, elhozza. 156 a 16. percben, egészen jó teljesítménynek mondható az LCS keretein belül is. És most már tényleg csak a lövész pozíció az, ahol vezetni tud farmban az MB, és ott is csökken a különbség, mert sajnos nő a sebzése, egyre több és több farmot tud megszerezni, de még fontosabb, hogy ezeket a farmolásokat célpontokra is tudják váltani, 3-0 ugyanis a tornyok állása. A következő sárkány pedig egy hegysárkány lesz a mérkőzésen. Phoenix pedig parkol egy őrszemen, ezt megpróbálja kihasználni az Envy csapata. Kérdés, hogy ki tudják-e a kábítás két emberre, jó, a gyilkosság megvan, Arit sikerül befejezni, Szóló pedig még Serafot szeretné megölni, a csúszás jó, de be lehet fejezni a szuper meg a rakétát, pedig levédi Ninja, végül 2-0-ás csere az MB javára, visszajöhetnek a mérkőzésbe. Igen, mennyi tud számítani egy őrszem, egy jól kihelyezett őrszem, ennek ez most tökéletes példája volt, és bizony, az a Renekton az erős, de három ember gyűrűjében már az ő sebzése is elveszni látszik. Nagyon jól kezdeményez Seraf Phoenixre,
a Hextech ultimátummal ellehetetleníti ugye az ő kimenekülését, és amikor megérkezik Lyra, onnantól kezdve az ő halála az már biztos volt, Solo pedig próbálja elkapni Seraphot, még a nyesés szellel is utána érkezne, de életerő hiány volt már. Igen, csak így a végén, ugye ott hagyta ő is a fogát, de ezért olyan sok mindent nem áldozott be, hiszen például villanása még most is bent van. A háromság hatalma még mindig nem készült el Camillán, pedig ő onnantól lesz igazán hatékony, hogy megszerzi ezt a tárgyát. 3-1-be van, két támogatással. A statisztikája már jobb, mint Renektonnak. Annak ellenére, hogy az előbb azt mondtuk, hogy mennyire le van maradva Renektonhoz képest. Hát farba le van. Most jól esett neki nagyon ez a két gyilkosság, amit összegyűjtött villám gyorsan. Viszont valóban az a 40-es farmkülönbség, amit említettél még korábban, az továbbra is megfigyelhető. Santorin pedig elkezdi a szurdok hírnökét. Ez egy remek erősítés Renektonnak, az előző mérkőzésen már kitértünk rá. Akkor nem volt akkor előnye az MV csapatának, hogy ezt megpróbálják. Most ez a 4000-es különbség úgy gondolja a Gold Coin, hogy elegendő. És mivel rálátás nincsen erre az objektumra, ez meg is lesz Renektonnak. Nem lesz tanácsos vele újat húzni az elkövetkezendő 20 percben. Santorin pedig már ugye a szurdok hírnöke elhozatala után egyből fut át ahhoz a hegysárkányhoz, hogy még ha kell, akkor sújthasson rá. De ezt ugye végül nem tette meg, nem volt erre szükség. Talán kicsit bátor volt ebben a pillanatban a Gold Coin United csapata, mert ugye amikor megkapták az információt az NV játékosai, hogy igen, elhozatalra került a szurdok hírnöke, simán kifordulhattak volna ők is erre a célpontra. De ugye rálátás hiány, meg ugye igazándiból nem is voltak olyan helyzetben, ezt mégsem tehették meg. Így célpontok tekintetében, vagy sárkányok tekintetében kiegyenlít a Gold Coin United csapata, és hát egy hegysárkány ez a mérkőzés jelenlegi szakaszában úgy gondolom, hogy sokkal fontosabb lehet, mint egy óceánsárkány. Főleg úgy, hogy a következő is egy óceánsárkány. Óceán? Na Solo, sikerül le 3 ellen megint gyilkosságot hozni? Nyilvánvalóan nem. Nyilvánvalóan nem. Seraph hozzá végül egy gyilkosságot. Ezzel az aranymennyiséggel pedig már be fogja tudni fejezni a háromság hatalmát. Randuino mennyi elkészül közben Solo-n. Ha meg lett volna, talán be tudja fejezni Seraphot az előző küzdelemben, akkor lehet, hogy is óvatosabban érkezett volna. Nagyon bátor volt egyébként Solo azzal, hogy ennyire kint maradt az ösvényem. Igen, Hakuhoék viszont kezdeményeznek Madlife-ra, akinek el kell villannia. A belső láng mellé megy, ezzel fog tudni megmenekülni Madlife. Egy gyors imát és köszönömet Hakuhónak mindenképpen tartozik vele. Igen, ez nagyon közel volt, viszont ugye így is a villanásától búcsúznia kellett Madlife-nak, de ugyanezeket, vagy ugyanezt az idézői képességet elhasználta bizony Hakuhó is, aki még a kifárasztását is elhasználta volna ezért a gyilkosságért, ami aztán végső soron nem lett meg. Így ezért az Envy csapata egy kicsit szívhatja a fogát, Seraph pedig próbálná kitakarítani azt az ellenőrző őrszemet, ez sikerül is neki, de jelentős életerőtől és búcsúzni kényszerült. Annak a Phoenixnek a 6-6-os közreműködésében, aki már rendelkezik nem csak a Morellonomikonnal, hanem bizony a Luden vízhangjával is. És ez most nem a tipikus protoéves Ari, aki tényleg 67.788 menekülő és lekövető képességgel rendelkezik, ez csak 4-jel, ami még mindig jelentősnek mondható, a kék erősítést pedig az ellenfél dzsungelébe fogja Phoenix megkaparintani. És valóban Jinx az, aki a letaszított király kardja, majd utána a Hurrikán tárgy sorrendet választja magának. Kezdeményezés Solo-ra, a végső képesség kijön, ő menekülni nem fog tudni. Kábítás kijön, a sebzés elég, Phoenix is kapott még ebből a sebzésből. Solo ott hagyta a fogát, végső képesség Phoenixre, halálpontos. Viszont a csábítás zónázása tökéletes, a wifi spot miatt pedig elegendő a mozgássebessége a Gold Coin-nak, hogy kihátráljon a küzdelemből. Már is 7-7 egy gyilkosság aránya, pedig 0-5-ről indultunk. Igen, és volt egy 3-0-es Renekton ezen a mérkőzésen, aki most már 3-3-as. Hát az elmúlt időszakban láthattuk, hogy
mennyire sikerült neki hasznosra mondjuk a felső vagy az alsó ösvényen való ténykedése. Annyira persze természetesen, hogy azért farmok tekintetében Seraph nem igazán tudott hozzá visszajönni vagy felnőni, viszont az három gyilkosság, amihez ugye ő általa jutott az MV csapata, az igencsak jól jöhet neki, és Seraphnak a Hextech ultimátuma talán a legjobb helyen landolt, mert ugyan ő visszább tudott lépni, még a tornya védelmét is élvezhette, viszont Solo volt az, aki teljesen kiszolgáltatott helyzetben maradt gyakorlatilag Ninjának a szindrájával szemben, aki aztán a zabolátlan erővel be is tudta fejezni. És nagyon kicsi egyébként a hangsúly ezen a mérkőzésen, a lövészeken. A zabolátlan erő, ha már itt tartunk, kiérkezik Phoenixre, aki a lélekrohamokat is kihasználta. Idézői képességeket cserélgettek, de gyilkosat nem tudott ebből a szituációból senki sem szerezni. Tehát nagyon kicsi a hangsúly a lövészeken, nincs túl nagy rálátásuk, beleszólásuk a mérkőzésbe. Miért lehet ez így szerinted? A mérkőzés jelenlegi szakaszában nem sokkal inkább a felső ösvény és tankosabb hősökről szól. Szimplán azért, mert ők valószínűleg, vagy véleményem szerint inkább a farmokra helyezik a hangsúlyt, legalábbis Apollo mindenképpen. Ó, szerintem más is próbálkozik, csak kevésbé. Hát össze. Igen. Nem itt alakulnak ki ugye az összecsapások, ami nagyrészt azért még mindig a dzsungeleseknek köszönhető. Hát eléggé degradálják, vagy figyelmen kívül hagyják ezeket a társaikat. Seraphra pedig még mindig jót tud cserélni egyébként Solo, hogyha arról van igen. szó. Annak ellenére, hogy a háromsághatal már elkészült Camillen, rálátás biztosítva valószínűleg Phoenix által a Gold Queen csapatának, így líráik nem ismernek a saját dzsungelükben sem mozogni. Rálátások nem túl sok van, úgyhogy meg is értem ezt. Igen, bár az arany különbség nem nő a Gold Coin United csapata oldalára, sőt, sokkal inkább ez csökken, viszont ugye a három döntött torjuknak köszönhetően a pálya feletti kontrollt abszolút ők irányítják, vagy ők élvezhetik. Ha jól emlékszem, közel 5000 volt az arany különbség a két csapat között, és most arra már csak annyi, ami a három torony. Tehát visszajött teljes mértékben az MV csapata a mérkőzésbe, és szerintem csak időkérdése, hogy át is vegyék a vezetést, főleg akkor, hogyha esetleg erre a hedgesharkányra ki tudnak lépni, a hedgesharkányokat pedig nagyon könnyű tornyokra váltani. Igen, ez könnyen előfordulhat, a Gold Coin United csapata egy kicsit ráült erre a meccsre, és nem igazán próbáltak meg mondjuk csapat szinten együtt mozogva nagyobb értékű célpontokat elhozni, mint például ugye még több tornyot. Apollo viszont most elkezdheti ezt a felsősönyös tornyot sanyargatni, miközben Santorin elhozza a mérkőzés második hegysárkányát. Nem, az NV csapata nem gazdagodik egyelőre ezzel az erősítéssel, de hogyha a kis felső sarok információja nem csal, akkor a következő sárkány is egy hegysárkány lesz. Három hegysárkány pedig egy csapatnak, az rengeteg. Tehát, hogyha az megvan, akkor az insta mintet. Kettőt ráütsz a Nexus, és meghalt. Nagyjából itt tartunk jelenleg három hegysárkány elhozatalával. Erre azonban még egy 6 percet várnia kell a Gold Coin csapatának, és véleményem szerint lesz beleszólása az MV-nek. Nem szeretnék hagyni ezt a bizonyos harmadik hegysárkány. Seraph pedig folyamatosan az alsó ösvényen tartózkodik, és behozta kétszintes lemaradását Solo ellenében, sőt, ha engem kérdezel, lassan vezetni is fog. Igen, a legutóbbi összecsapásaikból világosan kitűnt, hogy bár igen, Solo azért még próbálna vele cserélgetni, viszont ugye Tiamat hiány, ugyan van nála egy Randuin, de ezeket a cseréket már eléggé maga biztosan Seraph nyeri. Pedig, hogyha belegondolunk, hogy mondjuk egy jó 10-15 perccel ezelőtt mi volt, amikor Solo még lazán 2v1-ezhetett, azért most már eléggé átalakult ez az összkép, és Seraph révén a második tornyát is megszerzi az MV csapata, így az arany különbség. Hát visszaáll gyakorlatilag abba arra az időre, amikor még csak két gyilkossággal rendelkezett a Gold Coin United csapata, az MV pedig semmivel. Ahogy haladunk előre a mérkőzésen, egyre jobban kezd kitűnni az, hogy az MV hol is tart jelenleg. Két toronnyal pedig most már ledolgozták nagyjából a
különbséget, még egy tornyamaradásuk van. Szeref közben menekülni tud. Őt elhozni talán nem sikerül. Nem is, Santorin visszafordul. Van egy krokodilotok, vagy egy macskátok, és nem tudtok mit kezdeni. Rókáról nem is beszéljünk. Igen, függetlenül ugye attól, hogy már sokszor említett két hegysárkányt a Gold Coin United csapata tudta elhozni. Igazándiból olyan nagy kezdeményezéseknek nem lehetünk szemtanúi egészen idáig, mert most viszont elkezdi a Baronna sort a Gold Coin United csapata. Seraph viszont érkezik, vagy hát legalábbis próbál, és hozza magával a társait. De nagyon messze van Lira, az a probléma, a Baronna sort el fogja tudni hozni véleményem szerint a Gold Coin csapata, de nem, mert kifordulnak Santorinék, nagyon sok sebzést kaptak a Baronna sorból, Phoenixbe, majd kifárasztást kap, Solo beugrik, nem akarja a Baronna sort visszatöltetni életerő szempontjából, meg is halt. 1-0-es, nem, 1-1-es a csere pontosan a két csapat között, a Baronna sort viszont nem sikerül elhozni. Nem sikerül, itt lehet egyébként tényleg valamiféle kommunikációs problémát láthattunk, mert Solo volt az, aki visszafordult arra a sárkányra, Baronna sorra, hogy ne töltődjön ugye az életereje, de elég sok sebzést megevett, és miután megkapta a halálpontos fejlövést, hát elég könnyű préda volt. A Baronna sor itt 2000 életerőn, amikor ugye Seraphot el lehet tüntetni, de bizony az Envy csapatának az összes többi tagja ott van, és Santorin is nagyon sok sebzést evett meg, Solo is, és a bevillanó Lira ugye nem ő viszi el, hanem a végén Hakuho, a támogatója az Envy csapatának, már éppen elég volt arra, hogy elkergessék a Challenger Series-es csapatot. Titán Hydra elkészült Camille eszköztárában, akárcsak a holtak vértje egyébként Líránál. Ezek mind-mind olyan tárgyak, amik jelentős befolyással lehetnek a mérkőzés végére. Zaire nem vásárol magának megváltást, ez azonban Karmánál már elkészült. Ha ezt megfelelően tudja használni, akkor véleményem szerint az Envy csapata megnyerheti könnyedén ezt a mérkőzést. Az a kék rálátó kis, nem is tudom mi az, kis őrszem nyúlvány lebuktatja próbálkozást. Lira kapja a sebzést, ez viszont kevésnek bizonyul. Phoenix elveszít némi életerőt, de nem sínli meg annyira. Annyira nem, viszont ugye ugyanúgy folytatódik a Baronna sor körüli táncikálás, és hogyha egy pillanatra a farmokra tekintünk, nem is a farmokra, az arany különbségre sokkal inkább, akkor megfigyelhetjük azt, hogy bizony az Envy csapata már, ha minimálisan is, de tud vezetni, amikor Solo beindul. Ó, be bizony, hátulról pedig érkezik Phoenix, nagyon jó zárja végső képessége, Santorin hozzá egy gyilkosságot, de Santorin beszorul, Seraphra pedig nem fordul rá, pedig be is tudta volna akár fejezni, 2-1 a csere, viszont nincs életereje a Gold Coin játékosainak, ez nem igaz az Envy-sekre, leszámítva Madlife-ot, de jobban cserél mégis így a Gold Coin összességében. A 2-1 pedig akár tornyot is jelentett számukra. Igen, két embert cserélt az Envy csapata cserébe egyért a Gold Coinnál. Itt látható nincs rálátása az Envy csapatának erre a Baronna sorra, és bizony Solo beleveti magát, megérkezik Santorin, el tud hozni egy gyilkosságot, mes éppen hogy közben a háttérben, de túléli. Phoenix pedig nagyon-nagyon nehezen, de végül majd be fogja tudni fejezni azt a Seraphot. Az már egy más kérdés, hogy nagyon-nagyon elhúzódott ennek a gyilkosságnak az időtartama, és ezután a Gold Coin Unitednak már csak a menekülés maradt. Elenyésző a két csapat közötti aranykülönbség, ez az 500, amit oda-vissza adogatnak. Ez nem gondolnám, hogy mérvadó a játék 32. Hát percében. Viszont éled ebben a pillanatban a harmadik hegysárkány mérkőzésen. Az Envy-nek pedig jobb a pozíciója és rálátása is van Santorinra, hála a növénynek. És pozícionálnak is erre a területre, Lirára jó a csábítás, viszont Phoenixre kezdeményezett az Envy csapata, kijön tehát a lélekroham. Egy végső képességnek annyi. Igen, és egyébként közben Madlife-nak a zárájánál már elkészült Liandry gyötrelme. A folytott övisek még ugyan nem, de majdnem, hogy teljesen mindegy, hogy elérhető a végső képessége vagy sem, mert bizony a Gold Coin United csapata nem akart különösebb erőt bevetni azért, hogy megakadályozzák ezt a sárkány elhozatalt, így az Envy csapata egy könnyű
hegycsárkányhoz jutott, és most lehet, hogy ők lesznek azok, akik a Barandasor odújának a kitakarítása után el is kezdhetik ennek az erősítésnek az elhozatalát. Csúnya lenne, se pozíciójuk, sem pedig elegendő sebzésük nincs ahhoz, hogy kellő sebességgel meg tudják szerezni a Barandasort, még a hegycsárkány ellenére sem. Lát közelebb a Gold Coin hogyan járt ezzel a próbálkozással. A becsapdázás az már egy másik dolog. Arra már van lehetősége az Envy-nek. Elkapni ott még talán Renekton nem lehet. Ő túl mozgékony ehhez, de talán Medlife-nak kéne lenni az első számú célpontnak. Ez könnyen lehet, csak ugye az a kérdés, hogy mennyire sikerülhet őt ugye elkapni. Egyelőre Seraphot sikerül egy csábítással, aki el is veszített egy jó adag életerő, de talán ez nem fogja olyan mértékben hátráltatni őt, mint a Gold Coin United azt szeretné. Folytó tövisek mellé mennek Seraphnak, alig van életereje, de van megváltás, ami ki is jön ebben a pillanatban. Szép volt a homokóra, Szóló kapja a sebzést, és Apollón semmi fókusz nincsen. Seraphot próbálják meg elhozni, Santorin végső képessége pedig nem jó kezdeményezésre. Így van. Hát nem tudom, Apollóra azért érdemes lenne talán egy kicsit fókuszt is tenni, mert egy olyan dzsungelesről beszélünk, aki ráadásul, hát nem tudom, egy lövészről, bocsánat, beszélünk, aki a játék késői szakaszában egy hipercarry-vé válhat. Igen, és most már azután, hogy megvásárolta magának a Phantom táncost, még inkább egy nem lebecsülendő ellenfél. Miközben a Challenger Series-es csapat most elkezdi a Barandasort, és erre nemhogy rálátása nincs az Envy-nek, de talán érkezése sem lesz, mert Medlife az, aki megpróbálhatott zónázni, ez sikerül is. A Gold Coin United elhozza ezt a Barandasort, egyelőre nem kellett értük embert áldozniuk, de az Envy megpróbálhatja őket lekövetni. Nem érzem azt, hogy túl sok lehetőségük lenne, vagy kellene próbálkozni egy Barandasor erősített csapat ellenében. Szólóba gyalogol bele Ninja, azonnal kijön a megtisztulás. Santorin kapja a sebzést, ki van zónázva. Mesh pedig Seraphot büntetni. Mindig mindenki Seraphot akarja büntetni. Apollóra jó volt a képesség, viszont a Gold Coin megindul a felső ösvényen Barandasorral. Líreiknak védekezniük kell, ők másik bejáraton érkeznek. Santorin végső képessége kijön. A torony viszont dőlni fog, mert dőlni kell. De nem, mégsem meg tudja védeni ezt. Az Envy csapata. Phoenixre pedig nem lehet lekövetni. Nem, így hiába él öt ember a Gold Coin United csapatától, nem vállalják be azt, hogy torony alatt esetleg harcba bocsátkozzanak az Envy csapatával. De az Envy csapata viszont lehet, hogy még így is harcolni szeretne, Seraph az, aki beugrik. Így van, a végső képességét ezúttal jól használja, kap egy gyógyítást is még Apollótól, ez pedig így elég a gyilkosság elhozatalára. Nincs tankja a Gold Coin csapatának, hiába tehát a Barandasor. Nem használta ki a Randuino mennyit egyébként Szóló ebben a csapatharcban, ami talán az életét megmenthette volna, bár a végső képességével szerepnek úgy sem jön ki, de a csapattársak odaértek volna, mire őt utolérik. Könnyen lehet, az viszont biztos, hogy bár Seraph elég sok életerőt veszített, ő igazándiból egyáltalán nem volt veszélyben, mert az őrangyal az, amit már megvásárolt ezzel a tárgyal, egyébként ugyanúgy dzsungeles társa Lyra is rendelkezik. Így azért ők úgy gondolom, hogy még akár túl is vállalhatják magukat. És ennek láthattuk az eredményét, mert Seraph, hát 1v5-be, 1v4-be ugrott bele, mire ugye lekövette a csapata, viszont hát még az őrangyalt sem sikerült leütni róluk, vagy róla. Itt egy kicsit már visszás lehet az Renekton, aki a mérkőzés elején ugye nagyon erős volt, viszont ugye ezt sokszor elmondjuk, hogy a mérkőzés középső, illetve a végső szakaszában már nem olyan számottevő, mert sem elég sebzése nincs, sem pedig nem elég tankos. És várd ki, mert 2 perc múlva lejár róla, ráadásul a szórdok hírnökének erősítése is, amivel még rendelkezik, hiszen 20 percig elérhető ez az erősítés, a 18. percben szerezte meg. Santorin az ellenfél dzsungelében őrszemet takarítana. Seraphra talán érkezik majd egy kezdeményezés. Itt van a közelben még
több NBA játékos, például Lira, befejezni biztos, hogy nem lehet majd Ninját. Ő hátrébb is lép azonnal. A kérdés az, hogy ki lesz az a vagány, az a menő, az a bátor, aki beugrik előre és kezdeményez az NBA oldalán. Az NBA oldalán egyébként szerintem éppen szerep az, aki ezt megteheti, de akár Lira is lehet ezzel szemben a Goldcoinnál. Rendszeresen Phoenix az, aki kezdeményezni próbál, és talán ez is a probléma, hogy ugyan ő megpróbál beugrálni a lélekrohamaival, viszont ennek ritkán van tényleges kézzel fogható eredménye, és azt láthatjuk, hogy még egy jó csábítás után sem igazán tudnak úgymond dózerolni a Goldcoin United játékosai. Hát főleg, hogyha Ninjára találnak be, hiszen ő a megtisztulással könnyedén leszedi magáról ezt a hatást. Összességében Apollo jól zónáz, viszont Mesnek van lehetősége minionokat takarítani bőven. Apollo is megteszi ugyanezt. Ősi sárkányra viszont fordul a Goldcoin United csapata? Nem fordul. Nem, Santorin annyira ott volt, hogy hát megpróbálják, csak igen, kérdéses, hogy mennyire lenne ez tőlük egy jó döntés. Az ősi sárkány elhozatala legalább annyi ideig tart, mint egy baronna soré. Látjuk, hogy több mint 13 000 életereje van. A baron powerplay pedig 1826-os a Goldcoin-tól. Ez elég gyenge. Tudjuk bennek a számlájára, hogy nem igazán volt mit elhozniuk. Külső tornyok kettes szintűek mondjuk még voltak. Arra többre be lehetett volna talán nevezni. Az ősi sárkány az vagány. Azt elhozni durva. Metalife megszerzi egy gyilkos attákon, érkezik egy teleport, beugrani nem fog tudni Lira. Megszerzi az ősi sárkányt. A Goldcoin csapata bajban lehet könnyedén az Envy. Mondom ezt én, de egy gyilkosság megvan. Solo viszont beindul. Apollo teljes mértékben kizárva kettő játékos által. Majd Seraphot is be lehet fejezni. Madlife tudja őt megölni. Ez a gyilkosság pedig már nem lesz meg. Seraph eljön végül azzal, hogy őrangyalt vásárolt. Santorin pedig végül befejezi Kha'Zixot, akiről szintén leesett az őrangyal. Ez a lángolás pedig két hegysárkánnyal minimum inhibitort kell, hogy érjen a Goldcoinnak. Kell, hogy érjen, és valamilyen szinten ugye szerencséje is volt a Goldcoin Unitednak, már olyan szempontból, hogy nagyon hamar el tudták tüntetni Hakuhót, viszont nem tudom, látod, hogy Seraph mindeközben mit csinál, ő a középső ösvényen próbál tornyot elhozni. Nem tudom, hogy most ezért vissza kéne fordulnia a Goldcoin United csapatának. A visszajátszásból pedig igen látható, hogy Phoenix nagyon jó helyzetben kezdeményez a szuper meg a gyilkos rakétávalnak köszönhetően, ugye be is lehet fejezni, és miután elhozzák ezt az ősi sárkányt, onnantól kezdve úgymond bátran kezdhetnek harcba a Challenger Series-es játékosok. Sikerült gyilkosságokra váltaniuk ezt a fajta sebzés előnyüket, viszont Seraphval nem sok mindent tudnak kezdeni, aki hátul öl, pusztít, rombol, nem is tudom, milyen szót lenne érdemes használni ebben a pillanatban. Az őrangyala ugyan leesett, és végül ő elmegy, viszont Lirát mégiscsak hátra kell hagynia. És bár két embert meg tudtak ölni még ebből a lángoló Goldcoin United rossz katona lenne csapatából is. Nem tudja, senkit nem hagyunk hátra. Az előző csapatharcban pedig a sebzés kiosztás, hát Ari önmagáért beszél, de konstans csapatból mindenki szépen tudott sebezni. 2000 alatt, 2300 alatt nem sebzett senki a csapatból, míg Hako egyetlen egy sebzést sem tudott, egy pontnyi sebzést sem tudott kiosztani a Goldcoin csapatával szemben, ami olyan konkrétan, mint a 4-5 lett volna a küzdelem. Igen, és azért még így is elég sokáig hely tudott állni az Envy csapata. Most viszont a Goldcoin United benevez erre a baronna sorra. Arinak jó a pozíciója, Seraphékat lehet távol tartani, Lira ezúttal viszont itt van. Ő beugorhat, próbálkozhat, de nem sikerül elhoznia. Megszerzi a Goldcoin csapata ezt a baronnasort. Lira még sebzi Mest, sőt, be is lehet fejezni Syndra által. A csere viszont jó, Apollo meghal. Seraphnak nem lesz elég a sebzése. Visszafelé Ari gömbje elég sebzést oszt ki. Egyedül Hako marad életben, ez pedig 4-1 csere a Goldcoin által. Ez pedig azt fogja jelenteni a baronnasó erősítéssel együtt, így már a 42. percben, hogy 2-2-re módosítja a Goldcoin csapata az állást, ami azt jelenti, hogy a végletekig kijátszák a lehetőségeket.
és az LCS-be jutás sorsáról a B5-ös széria 5. mérkőzése fog dönteni. Hát az MB is nagyon szeretne bent maradni, a Gold Coin pedig bejutni ilyen nevekkel, amelyek alkotják Solo, Santorin, Phoenix, Smash, Madlife, illik is egyébként LCS-be kerülni. Az űrangyal még leesik Rengarról, de itt mindenképpen szeretnék befejezni a mérkőzést, és minden lehetőségük meg is van rá. Haku önmagában nem tudja ezt megvédeni. 2-2-re módosul az állás az utolsó promóciós mérkőzésen. React, ami ki is lépett a játékból. Az szép. Ehhez inkább egyébként nem szólnék hozzá szívem szerint semmit. Ahhoz viszont igen, hogy bár Haku maradt életben egyedül, rettenetesen későn érkezett egyáltalán haza, már a Nexus tornyok dőltek, mikor ő ugye megérkezett. Teljesen mindegy volt, hogy mit próbál. Igen. Valószínűleg egyébként nem tudta volna sokáig feltartani őket, viszont hát alig pár perccel ezelőtt az alsó ösvényen még 3 embert ő egymaga fel tudott tartani. Jó, félre a tréfával. Szépen megjátszotta ezt a Gold Coin United csapata, én úgy gondolom teljesen a végletekig kijátszották ezeket a lehetőségeket. Nagyon taktikusan, de lehetne azt is mondani, hogy egy kicsit tökörészve, mert többször volt olyan lehetőségük, például ugye gondolok a felső ösvény inhibitort védő tornyára, amikor hát lehet, hogy egy kicsit nagyobb tapasztalattal, vagy egy kicsit nagyobb önbizalommal ezeket a célpontokat el lehetett volna hozni, és igen, nagyon óvatosnak kellett lenniük, mert például Seraphnak a sebzése, vagy a kezdeményezése, illetve mondjuk annak a Syndrának is a sebzése óriási volt, amit nem lehetett figyelmen kívül hagyni, de végeredményében jobban jöttek ki ezekből a csapatharcokból, főleg ebből az utolsó kettőből a nagy értékű célpontoknál. Valóban, és Apollóra megvolt a játék végén a fókusz, ez volt igen, szerintem a kulcs, ketten ki tudták zárni, mert ha egy hiperkerit hagysz a játék végső szakaszában folyamatosan lövöldözni, akkor ő le fogja hozni a csapatharcot az ellenfélnek. Nyilván szükség volt arra, hogy a Gold Coinnak megfelelő legyen a fókusza. Az pedig, hogy milyen teljesítményt nyújtott a felső ösvényen Solo, az egy másik kérdés. A Renekton-nal nagyon megindult, aztán jött egy kis bugdácsolás, amikor ki lehetett használni azt, hogy ő ellépi magát, viszont a játék végére a csapatharcokban megint csak megérkezett, és szerintem dominánsabb tudott lenni, mint Camille. Lehet, illetve ugye az utolsó csapatharcnál az is sokat számított, hogy már sem Lyrának, sem pedig Seraphnak nem volt űrangyala, így azért ugye megint csak más volt a leányzó fekvése, és az, hogy Ári ebben az utolsó két csapatharcban nagyon-nagyon jól tudott helyezkedni, véleményem szerint ugye ott például a Baron Nashornál is, hát egymaga gyakorlatilag elintézte azt, hogy bár jött a dzsungeles ugye arra, hogy esetleg lopjon, viszont ez mégsem sikerült neki, és igazándiból az ő pozíciója összességében jobb volt, mint Syndrae. Valóban is volt még olyan küzdelem, ahol például az ősi sárkányért vívott küzdelem, ahol Ari osztotta ki a legtöbb sebzést, és tényleg a csábítás a megfelelő ember talált el, az pedig kulcsfontosságú volt, hogy a gömbje visszafelé igen, is találjon el embereket, hiszen akkor tényleges sebzést okoz, nincs az a mágikus ellenállás, ami bármit is érne ellene. Ez is egy kulcspont volt. Hogy ez elegendő lesz-e ahhoz, hogy az LCS-be kerüljön a Gold Coin csapata, az már egy másik kérdés. Véleményed szerint ez a Gold Coin erősebb az Envy-nél, jobban megérdemli-e az LCS-be jutást? Én egyébként valahol ilyen 50-50-re satszolom őket, viszont úgy gondolom, hogy az Envy-nek volt éppen elég lehetőség arra, hogy bizonyítson, hogy az LCS-be kéne maradnia, vagy nem. Ezzel szemben a Gold Coin United csapatánál szerintem az a potenciál, amivel rendelkeznek, tehát az, hogy még fejlődhetnek nagyon sokat, abból a szempontból gondolom, hogy talán inkább nekik kéne bejutniuk. Érdekes gondolatmenet. Azért olyan játékosok alkotják ezt a Gold Coint, akik tényleg már elég sok mindent megjártak. Kérdés, hogy mikor érhetnek össze igazi csapattá, mert a kommunikáció úgy érzem, hogy továbbra is elég sok helyen lyukas a csapatban. Nem tudom, hogy ez a koreai játékosnak, vagy egyszerűen csak maga a kevés gyakorlásnak, ami adódik egy Challenger Series csapatnak miatt alakul ki, de véleményem szerint, ha LCS-be jutnának, ez azt eredményezhetné, hogy az első pár fordulóban gyengébb teljesítményt nyújtanak, és utána jöhetnek föl.
és a FlyQuest-hez hasonló pályát futatnak be, csak így inverz. Uh-huh. Igen, ez könnyen előfordult. Igen, mondjuk egyszerűbben kifejezve az előző szavaimat, az Envy-nél szerintem ez a max, amire képesek. A Goldcoin-nál ez még lehet sokkal magasabb. Tehát pillanatnyilag lehet, hogy az Envy jobb, de hogy, na itt van közben az a pillanat, amikor nagyon jó a csábítás, és konkrétan Hakó teljes mértékben eltűnik, Apollónak ki lehet szedni a gyorsítását, Lirát ki lehet zónázni, hogy ne tudjon bejönni, és utána még a lélekrohammal érkezik be Phoenix, és megint három ember van zónázva, egyetlen egy rókalánynak köszönhetően. Phoenix utána belehal ebbe, de ilyenkor már nem volt benne sebzés. Azt már mind kiontotta, egy olyan árit sikerül megölni, aki az alaptámadásaival tudott volna bármit is kezdeni még a továbbiakban, Apollót pedig itt is gyönyörűen zónázza ki, mint Santoni, mint pedig Szóló. Igen, és egyébként ugye ez a csata is csak azért húzódik el ilyen sokáig, mert Seraph éppen Mesre használja el a végső képességét, aki ugyan eléggé hátrányban volt az egész mérkőzés folyamán, és ez például látszik abban is, hogy a sebzése is alacsonyabb annál a Caitlynél, viszont az, hogy egy csapatküzdelemben gyakorlatilag nem tudja azt lőni, akit szeretne, hanem azt kell lőni, akit muszáj, vagy inkább menekülni egy kis körben egy Camille ellen. Ez ugye megint csak megnehezíti a lövész dolgát, viszont a magam részéről úgy gondolom, hogy nem ezt a Jinx-t kéne elhozni. Még akkor sem, Jinx-t. Hogy Jinx-t, dehogy Jinx. Szóval szerintem még... Jinx-tiltól is nem volt egyébként. Igen. Szóval egy például egy Lucian-nál szerintem még jobban jártak volna. Na, a Lucian-Varus párbajokat már láttuk, és azok nem mentek tökéletesen, akár egy az egyben, akár a csapatharcokat figyelembe véve. Nem vagyok benne biztos, hogy megfelelően kezelik Lucian-t a játékosok. Nem egy egyszerű hős. Metában van, de nagyon nehéz jól megjátszani. Meglátjuk, hogy milyen választások érkeznek, és érkezik-e megint 5-6 tiltás lövész pozícióba. Nem vagyok benne biztos, hogy erre kéne koncentrálni. Szerintem sokkal inkább a felső ösvény az, akinek nagyobb behatása van a mérkőzése, legalábbis az eddigiek alapján, és ott is inkább Szólót emelném ki, mint Seraphot. Igen, az ő teljesítményen abszolút mértékben sok múlik, és hát egyébként külön furcsa ez a kemény választás, hogy nem egy szériát, vagy nem egy mérkőzést el tudod dönteni már ez a hős, viszont ebben a BO5-es szériában azt hiszem csak veresége van. Valóban. Viszont én azt mondanám, hogy menjünk el egy rövid szünetre, hiszen 2-2, kell egy kis szusszanás, és akkor meglátjuk, hogy Goldcoin vagy Envy a 2017-es nyári LCS szezonban az LCS-ben.